De ma veletek itt majd elaludtok az asztalnál. Néztük anyós reggelig azt a sorozatot, amit anyós ajánlott nekünk. Nem tudtunk elaludni. Hát tudom, milyen rosszat álltam. Elvesztettük az időérzékünket. Ez is jött a játszott velem, nyitotta ki a szemét, meg ilyenek. Jaj, rossz helyre bújtál, meg ilyeneket mondtam. És utána meg utána meg azt mondta nekem, hogy ne féljél. Így mondta nekem, hogy ne féljek én este. Most féltél? Hát, hogy nem féltem, fél. Korom sötétben voltunk. Nem fél, mondtál, bekapcsolod majd. De most ez nem arról szól. Tudom, mit elmondtam az éjszaka. Jöttem befele róla. Figyelj, házba. Óriási nagy tengervíz volt az egész helység. Nos, akkor ez álmom az volt, hogy jöttek úgy a szörnyek hozzá, mert minden... Én még bemásztam majdnem oda a kályhába. Miért álmod a szavamban? Látta? És újtam valamit. Na, én is elmondtam, amit anyám csak akarok mondani. Hát, na jó, 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 elmondtam. Nos, utána jöttek befele az ajtó. 25-ször kezdtem neki beszélni, na! Azért, mert te kinyitottad az ablakot, nekik ott beszaladtak! Hát rosszat álmodod! Az tényleg nagyon rossz volt szintén. Mi van? Azt sem tudtam, hova bújjak. Áramtam álmodban véletlenül. Lehet az igazából, hogy várjál! Várjál! Most álmodtam, hogy jöttem befelé. Tiszta tengervíz volt az egész szoba, bent az egész konyha. Halak úszkáltak be, kellett eddig még nem ijesztő, de várj, hallgass maga végig. Úszkáltak bent a halak. Nos, ezért utána jöttek befele minden, meg akartak engemet támadni minden. Most nem tudom, hogy fértem én bele abba a kályhába álmomba. Belebújtam. Belebújtam, kaptam valami kis talizmán, tudja, nyomom ezt a kis követ, amire én szövök közébe. Sajtálom! Hát miért nem engedett, hogy elmondjam, hogy mit álmodtam? Annyit beszélsz már, kipálik a szám. Na. Az verje meg a csütörtöket, az is ide. Gyertem már ezt is. Ide! Ne az írjuk most, az írjuk, gyertek! Én már akkor nem mondok semmi. Ez az végre. De én miért nem mondhatom el anyósnak, hogy mit álmodtam? Anyós jobban kíváncsi érem, hogy mert te rád. Én álom fejtő vagyok. Hát nem tudja elmondani, akkor hogy fejtem el az álmát? Jöttem befele, bemutok a halak, kipótok, mert gyógyulás halak voltok bent, te várjál hangos, hogy ilyen szemben a szemük jöttem befele. Ott álmod egy kis hal voltam, álmodok, megettek álmodba. Kikettek, szápát? Azért. Na, megettek a halat? Meg megettek, óriási ilyen cápák oda fel. Azt láttad a gyomrát? De miért pont halá változtál? Nem. Ekkora hal voltam, kicsi elé hal. De szintén hogy félj be a cserépkájába? Elmondjam, hogy félj be. Tűnő, mi rámadtál ilyen? Én elmondom, hogy félj be a cserépkájába, mert az óriásoknak volt gyárt az a cserépkáj hármába. Az én megint ízelt most. Amit félnek nézel, abban is ilyen rejtélyek. Óriásoknak igen. Volt a cserékhányat, hogy csak belefélsz akkora, mint egy ház. Az anyam úgy reagál, és fogadálom ilyen kis talizmát. 10 kilóval kevesebb lehet befélnél amúgy. Na! Csak nem dugtam. Rájíti kurubi kurutyú. Elegem van ebből a rabból, már nekem nagyon kivagyok, mint a madzagos kutya. Hóri, jó hideg, mint az olyan. Úgysem, mint a kutya sem úgy. Ez a biztos.
Hoppi, hogy? Én nézzük! Te fehér holló. Na, ezt nem. Én meg tudjátok, mit álmodtam? Nem. Le kell menjünk emiatt megnézni, hogy hogy van az a munkába. Eljátszatok hát. Hadd igyak hát egy kis vizet. Szinti, ezt nem kezdett volna most összeizérted a falamat. Álljál neki tőle. Nem, én voltam. Szemétládák is itt vannak állandóan. Minden állandóan az útban van. Hát nem is tudom már elhinni. Én szerintem még a favágásra is jön most össze nekem. Hogy nem mondja a szilánkon. Ezek a csicsik semmit nem csinálnak. Nézd meg az állapú háború lett bent! Annyira álmodnak, már halálból alszanak! Elhozom magam, mint a vizet! Kis talizmán csinálnak magamnak, kis jó, kis talizmán! Hagyd ma leves! Mennyi kilaudást az életbe! Most már az itt vannak, ha nem szeretett napokon. Dostár, te gyújtos! Na csók a családnak. Azt nézd meg! Olyan rossz ebben van ez. Gyerekkel vagyok, jelzik előbb. Jó pajzsot rendel, jó pajzsot izéltél magadnak. Jaj, szintike, baby. Felrobbantottátok a házamat. A házamat, a lakosztályomat felrobbantottátok mindenben. Milyen lakosztályban veszisztett? Ez a lakosztályom. Nézd meg a falam, most volt lefesve. Most festette le, apád nincsen képte. Az megszárad az ott. Megszárad. Rostos lej, Szinti, megszárad. Az megszárad. Anna Maritunk, írjunk egy kis fehér festéket. Na várjál csak, jöjjünk be. Adja nektek a munkáját semmiben, ma megint lehet festeni, mert ott is hogy néz ki minden. Mindenekkel összeizértítek már. Már akkor is összehaboztam. Olyanok vagyok, mint az orkok, he? Akkor is összehaboztam ott a hát. Hát mi történik? Te betyár szentség itt neki! Szerte szíjjel bombázom, esküszöm. Nem tudok kimenni, hát ez nem hiszem. Kilocsolt leesen neki. Te! De utána kilocsolt, mert én nem locsoltam úgy, ahogy jön. Állandóan locsolkodtok, mint a húsvét lenne. Húsvétkor meg bennek nem locsol, majd adok én nektek, csak legyik húsvét. Én locsolok meg benne. Egy kis mocska. Egy kis mocska.
macska itt van, védelmező. Úgy, hol van mama? Adol neki puszit? Adol puszit mamának? Nem van, látom. De mutassad neki. Ide puszit mamának, puszit. Puszit mamának, puszi. Nem van, ide korja meg csak. Szintike, szintike adol puszit. Engem meg puszítjátok! Nem van baj a te csicska ajtó. Dög állna bele. Az állna bele ide dög. Megy a szél. Biztos a szél. Kemény. Na most záraudjál, rá! Most meg nem záraudik. Na, van már el, van már buzerálva biztos. Milyen elhazok? Én nem tudom, milyen napra keltünk már ma fel. Milyen búcsú dolgok történnek én vele a máma biztos. Két napja nem mentem, mert megyünk a fiadék. Nem megyek, mert nem tudom, jó vagyok most valahogy. Nincs nekem jó kedvem most. Hát akkor én szólok. Csináltuk a dolgot, akkor takarítsanak itt összefele minden. Na, megyek én is. Te szóljál, akkor nem kell felem. Jó, te is. Megyek. Akkor szólj, Stefának, figyik el minket, hogy már meg elmegyünk majd a bóba. Akkor elszaladunk, majd takarítunk, ha jöttünk, ne halljál már meg 4-5 tányért volna. Takarítsunk, egész nap idomítanál itt minket, mint egy... Nekünk nem lett most olyan napunk, hogy ilyen... Vártam, fát is, minden érted. Jó, mamma. Pacekul, mindent érted, jó. Stefán, menjünk! Gyere! Mindig a vécét nyomja az a gyerek. Sziasztok! Miki, meg van? Van. Elfolyott te! Na, segítsél, összeszed a csavarokat, ezeket a izéket, pakolják a betegeket. Várjál, mennem kell a Debrecenbe. Hajlelet, hajlelet! Mondja, te adja cipel a munkát. Pakoljuk össze a csavarokat, meg a fát. De gyorsabb, jó, erő! Jó, van a fát, át kell oda pakol, oda. Jó, mennyit fizetel? Hajj, szia, Niki! Látja, elszaladunk már mindjárt a boltba, benézünk már hozzátok, mondom, megnézem, hogy haladtatok, mit haladtatok. Meg hát én még gondolkoztam az este. Na, mi nagyon? Jönnek az ünnepek. Igen? Hát én nálad, ott vannak a muffin sütőhelyén, meg ez az kerés nekem gyorsan elő. Hát nálam biztos, hogy nincsen. De itt van, még ma nagyon régen, vagy 6 évvel ezelőtt adtam oda. Hát nekem biztos, hogy nincsen, mert most vettem itt a boltba magamnak. Hát, van, ez a kacatok közt csak szerintem akarok kidobta elhagyni. Szerintem kidobta lehet. Kidobta. Szerintem kidobta. Elégette, azt kikellett, hogy ki tudtad. Hát, hogy mennyit sem volt akkor, mikor már én azt tudattam. Látod, hogy nem tudom, egyszer is a padláson feltoltak a dolgok, azt mondtad, hogy nincsen meg, azt hát, apa, megtaláltad. Hát nincsen a nyom. Szerintem a már kilőtte a nyom. Nem, lusta megnézni, mert ott be kell menni a kacatok közé, most nem akarja kerekélni. De miért nem valóbb pedig? Kilőtte a nyom. Biztos, mert emlékszek, hogy visszaadtam. Elmenj neked. Hogy elmosogattak valami, valami. Gyere, tudd meg, hogy ki vagy, tudjátok meg, hogy nem vagyok én csicsi. Elmosogatok én nektek nevén. Mire értek, meglássátok, hogy pacekba válok én itt mindent nektek. Na, hogy van ez a mosogató?
gép, azt mondja, hogy van egy ilyen puncia, gyere, gyere, most jött. Van még ott valami. Igen, dolgozok. Hello! Most mi fizet? Ki? Ki csodálta? Most attól, hogy igen, nem tiszt. Egy pillanat. No, ugyanaz. Nem, ugyanaz, mert... Tudás már, amikor végzel, dupla pisz vagy el, azt a felé kiradod. Mindjárt! Jó. Először a dupla pisz, azt iradod nekem. Jó. Mondod, hogy izé, szükséged lenne. Na jó, van itt vagyok, hát dolgozom. Hát, a csavarokat rakjátok be. Hát, tudod, hogy szeretek dolgozni. Mindent. Szeretek dolgozni. Hozogjatok. Beteg lettem, már nem tudok dolgozni, van. Jó. Istenem. Csináljátok. Azt ezt most hol vigyem így? Pakold össze szépen! Ott van a kis, ott a kis izébe, raktam a tartalomba. Istenem, én most munkafelül... Milyen tetők? Van, fenn vannak tetők a házon! Én most munkafelületjelő vagyok. Én még a munkafelületjelő. Igen, tudom, hogy neked ezt a mondat. Amúgy látom, itt már nagyon bekészültél, egy pudingokkal, minden már sütöl valami. Hát, tegnap sütöttem egy kis palacsintát. Jaj, rám nem is gondoltál volna. Mire hát, nem szokott gondolni? Nem gondolom. Hát, te is sütöttél a legfinom süteményeket, hogy szeretettem hoztál volna. Most a fár megette minden. Jaj, jaj, nekünk is megették a gyerekek minden. Kifogások mindig vannak, látom, lakjátok a finom süteményeket. Viszek már a menyemnek, a sógornőnket, semmi. Viszek már nagyon sokkal. Visszajárt, és ezt szoktál sohozni, akkor mi miért hozzunk? Fánkokat csütöd, palacsintákat csütöd. Legjobb fánkokat csütöd, azt nem hoznál le nekem a sógornőnket. Hát fogyok, kurázó, he. Már lecset abba hagytam. Ja? Abba hagytad? Nem, se nem, ezt a nyújtgálsz! Nem igaz, hogy így! Már nem tudom, most már azon gondolkozok, hogy abba fogom hagyni, már nem fogyok le sehova. Egy viszont kuplata sem magád. Nem jó. És nem megy sehova lentem, most folyadékokat esik. Minden nap méretkezek, figyelj, minden nap méretkezek, azt ide több kiló vagyok. Hogy van ez? Nem, se önök nyolc van. Mondják a fent az interneten is, a testet éheztetni nem szabad, azért nem fogyok. Ezt mondtam én neked? De te nagyok ott vagy. Elvizik el ilyen a sűrtibákat, megfele a sűrpacsákat. Mindeneket tömni kell, vefele válnáspalacokat, mindeneket. Nem való a poharak. Mennyi tányi poharak van? Érületes. Olyan vagyok, mint a matrakos kutya. Paceklész itt mindennek. Hát de most jó, ezt nem kell. Ez jó, jó, ilyen. Eztek. Én kérem már a kankaóba be. Ne. Elképzeljük. Na, ez az. Csináljátok szépen! Tesó, nincs egy ötös a családé. Tesó, nincs egy ötös a családé. De. Csap bele. De van ez. Majd visszarod. Kell valami inni? Nem. Inni vagy enni valamit kérsz? Nem, nem kell fogyom, burázok. Kéne kis pisz. Venni egy kis ídességet magamnak már. Minden egy forint oda figyelni. Ó, Gyuszi, mi csinálsz? Ó, Isten áldjon be! Gyuszi! Állj már az is! Hey! Na! Most oda pakoljátok a fát. Hey, onnan elpakolod oda, onnan meg oda hátra viszed. Oda kell hátra, hát ott van hátul a sok fasz izé. Ó, tesszük Mária! Úgy is fel kell várni. Ó, Istenkém! Milyen fájt vannak neked, te gyere!
Fíjessetek, de meg lesztek kergetve mindentök. Megkergetlek benneteket, addig-addig csináljátok. Ez ennyi, hogy működik ez a meghapcsolója? Ege? Egy. Várjál, mert hát még mosolypócsit tettem bele. Meg se tudom már. Hogy van ennek a mosolypótolta? Mosod a blícset kifele, csak. Nem biztos, hogy nem vagyok én erről szemben, hogy nem foglalkozom. Olyan fák vannak itt. Ah! Mi van? Ah! Mi van? Ah! Mi van? Mi van? Rálépett az egész kezemre! Hogyan ott voltál, én meg itten voltam! De itt volt a kezem, ehhez nyúltam, hogy kihúzom, alól lesz kivegyem! Két szarvas marha! Hogy jössz oda? Hát én már így nem tudok dolgozni. Hát figyeljtek, a sérelem ért engem. Én meg már nem tudok itt dolgozni, hát a nagyon fás. Most a lelkés, jó, van, akkor ezért büntet is, mint te magad fogod dolgozni. Ki? Ő. Ja. Büntetés. Á, nagyon fáj, nagyon fáj. Azt mondta az előbb, hogy egyesével hagyjam a fát direkt. Nem mondtam ilyen. Nem büntetett meg? Azt mondtad? Nem, hát rálépett a kezemre, hát. Ilyen fa legyek, hanem azt mondta. Direkt, hogy besötétedjen, azért mondta, egyesével hozzuk a fát. Jó, mind a kettő dolgozik tovább. Na, azért mondom. Na, dolgozzatok. Mockás, igyekezzetek! Jaj! Látod, azért is azt mondtad. Magamra hagyom. Honnan jött ez a sok fagy üszébe? Mi? Tetejű. De miért? Mert le kellett ezt neki szedni. De ez a tetej is a voltam, akkor mit szedtél? Jó, bemegyek, addig iszok egy teát. Meg kajálok. Jó, na addig csináljátok. Jó, hogy te dolgoznak már. Te azért gondoljál rád kis. Hát valaki gondoljanak rád. Hát majd gondoljunk rád mint kis. Muszod, csinálták volna, és nagyon szükszem mindeket. Ti olyan nagyon ügyesek vagytok, hogy akkor láttatok. Csak hát ezek olyan, hogy ányokkal dolgoznám. Ugye? Ugye, hogy fájdó beteg vagyok. Amúgy most ideges voltam. Sütitek olyan finomos állókat, sose nem gondolnátok rá. Hoznak nekünk süteményeket, mondjuk már. Szoktunk hozni. Vizsgál. Múkó, még egy évvel ezelőtt hoztam nektek ilyen vizét. Hát csak Múkó, egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt. Látod, az egy évvel ezelőtt hoz. De nem egy évvel ezelőtt hozod. Akkor egy évvel később viszont. Most fog kijönni, pont most! Az a lényeg, körülbelül másfél hónap múlva jön a karácsony, és szeretném, hogyha kacatok közül kiszednétek nekem a sütőjeimet, mert sütők karácsonyra mindenki dolgokat. Mondjad már, most vettem Kati nénitől azt a muffin sütőt. De mondom, hogy 6 évvel ezelőtt elhozta tőlem, emlékszek rá. Tisztán emlékszek rá. Ne. Ha miért mindjó? Nem jó kapcsolcsom. A manarogó veri lefele. Na akkor így kell ezt csinálni. Aztán, na. Elmosogattunk Frankóból és most már. Csácsú mindenki. Erre is ez a szart, ez szívak. Ez csapja gyomromat nem. Köszönöm, hogy ma nem kell már nekem. Nem foglalkozok én ma. Mert most már ez mosogatás. Levig lesz a szarok egyet most már. Hát figyelj már, és lejöttem ide. Lehoztam ezeket, mert beszélni akarok, meg ilyen meg akarok. Nézd, ezt az bátok engem dolgozni. Direkt családom eladni. Nem direkt mi? Ahogy tett nekem tegnap, hogy csak egyszer jöjjön le, mit matkom nagyon megdolgoztatom. Mert? Ezt hiszem. Úgy tett egyszer lejön, nagyon meg fogom dolgoztatni.
Na, igen. Nem dolgoztat, jól van. Várjál, akarsz új pénzt, fizetett szabadnapot akarsz? Na? Akarsz, vagy nem? Akarok, ahogy nem akarnak. Úgy kapsz pénzt, hogy nem dolgozol semmit. Na, nem mondom, hogy a terve. Ez nagyon jó. Mi fekszel otthon kajakra, iszol a teát, eszel, iszol, pélyesezel mindenközben a pénz ott a zsebedbe. Hogyan kell? Na, úgy kell megcsinálni, hogy el kell látszani, hogy rosszul lettél. Tesó, a munkahelyen vagy, az rosszul vagy. Fizetett szabadnapot kapol. Másnapra. Rosszul vagy, tesóm, táppénzed van. Táppénzeket igaz akarni. Nem fogja elhinni, hogy rosszul vagyok valamit. Tesó, a gerendát. Látod ott azt, hogy jó kifele, eld a lábamra. Várjál, nem azt kell. Eltölt, be kell vigyél a kórházba. Várjál, nem azt kell. Na, alá kell feküdjél a gerend alá. Rád esett a gerend, azt a földre, azt elszélem. De alá kell feküdni, tesóm. Eltölt a kis ujjad. Kis izét. Feküdj alá, tesóm. Itt a hasomra, vagy hassal fekszek, hogy a hátamra esett. De így és sem el, nem. Így és sem el. Én visszaszoktam adni. Átadod neki a kórben. Anyósom, jó lenne, részi, kölyre memóriája, mint egy 20 évesnek. Mert nem szabad vitába szállni. Látod? Látod? Ezt megmondja. Na jó, is elkedtek, oké. Ügyesek vagytok. Le a kalappal. Igen. Azért ma most én már mindig foglalkozok itt már. Semmi, az csók a család. Elmentek pihenni. Ma jöttük az, amikor akart. Az kész. Jó, de várj már. Ide lepakolod, hogy David fogod. Tegyél már a végén még bajod. Várjál, kosom. Te a pénzre akartlak én, Gyuszi. Hát csak adom meg benne. Ahogy. De várjál, kosom. De várjál már. Nagyon nemed? De várjál. Ezt tedd a hátamra rá. Ja, ha nem nehéz. Nem, jó, annyira csak mikor át. Á, van súlya. Tedd le. Süssed meg azokat a pudingokat. Egyem meg. Melyiket a pudingokat? Azt a csokisokat, azt a izéit, azt a szalonna, ahol azt a... Hát nem sütni kell, főzni kell fel. Jaj, Emir! Akkor főjük meg ezt nekem azt a pudingokat, legyek. Engedd a hudat, hagyd fel, kutatod meg. Milyen jó, mit tetted szűz, Mária? Mi ez az ordítás? Egy kis nőszkizényi, menjünk hazafele. Mit főztek, nem? Gyorsan, gyere! Baj történt, gyere, gyorsan! Lássad, tökered, de még eltöntök a rizet! Ordítsam, amely jönnek. Hát, miért? Jaj, várja, nem bírsz alálni. De miért hagytad rajta? Nézted, hogy rajta? Sokat kaptam. Jaj! Jó, van, ne dolgozzatok. Stefán, vigyél be a kórházba. Menjetek haza, fel tud kelni. Kór, segítsetek. De mi most tölt, hogy mit kell csinálni? Stefán, vigyél be a kórházba. Be kell vigyem most a kórházba, várj, beviszem. Gyere ide, Gyuszi. Gyere. Vigyünk ott a liskába. Tesám, akkor adj már ide a izét. De hova hozod? Ki? Várj, mert rohely is nagyon nehéz. Ülj bele! Lassan, Gyuszi, lassan, ne beszéljél. Akkor tesóm, adjál már ide 10-esnek, hogy bevigyem a kórházba. Nem, megint rosszabb! Átjött megint valami ilyet. Hány kiló az a malac, te? Gyere, Gyuszi, várjál! Adni kell neki! Jó, Istenem, a hátom, gyújtor! Jó, van, akkor adol neki 10-es idejel, igen? Jó, van, elviszek a kórházba. Veszek neked inni való mindent, lesérül. Hát te a pénzre kerülsz most. Jó, Istenem, a hátom! Menjél, pihenjél, vagy vitt haza. Na, mindjárt bevegyek a pénzedét, jó? Elviszlek a kórházba. Én meg mit csinálsz? De várj, Gyuszi, hogy videlek itt el? Csak, gyere be a pénzére, vitt haza valahogy, csináld meg, hogy pihenjél. Jó, várj, bevegyek a pénzedét, várjál, hogy te meg, jó? Jó, hogy. Hozzunk a pénzedét. Nem, hát. Kiéheztes, hogy magunkat ott a duplája jön vissza. Én azért nem fogyok rá. Lenyomod a gyuszkal. Mi van? Lássad, hogy nagy gerend, adjál ide pénzt. Fizessem. Fizessem, kifele menjen haza, mellemezzük ki. Már eltöltöttem a pénzt. Mi? Eltöltöttem a pénzt. Mit ott van a szekrényben a pénz, adjál ide. Azok jár ide. Mennyire értetek? Hold betegen engem küldő. Téged küldöm. Menjenek hazafele, mert két nyomorító. Jöjjön, mert házas már, jobban egy... Egy laknának házasok vannak, kettek, két pucca. Kicsoda? Jó, menjél meg, hogy két pucca. Mondtam neked,
Már nem iszok többet. Aki tette ezt is? Kis ház, a szegény Gyuszi, te! Nézzük már, hogy mi van vele! Nyomorékoskodnak ezek, nem figyelnek, hogy csinálnak. Na jó, van, Miki! Én megyek most már hazafele. Jó van. Jó, majd gondolok, hogy ne gondolni. Nem gondoltok rám sosem. Sütitek van a süteményeket, nekem meg nem húznátok sosem, hogy forradok se belőle. Ezek a hangok. Olyan lehet ez a hülye gép, amúgy. Kötöttem be, hogy nem jól raktam össze. Elcsinál itt mindent, már is összetudva, se tudom, hogy bár. Ezek a hangok. Na ráír, ez itt most még megyek, visszafekszek. Így vagyok minden, hogy így jel a vége. Összecsapom itt a nagyját, még hazajöttök, érted? Ne, itt nagyon nagy dolgok történtek, most ne abban foglalkozol, hogy mindenki nem érted! Hagyjál a pékén, mert Én hazajöttem itt. Nem hallgatok meg semmit, azt mondjátok, hogy mit csináltam, hogy tudjam legalább. Olyan hangok voltak, hogy beletettem, elmosogatok meg mindent. Hát, Stefan, merre van? Honnan már? Stefan, átmegy, hogy tegnézni, mert volt egy kis baleset. Baleset? Igen. Mondom neked, látod, ez van egy kis, már megnéztem, csak a baleset van, amúgy állandóan jelmekkel és puttok. De azt mondod, hát Csárlós, mit csináltál abban? Most magyarázd el, mert nem szokott ilyen hab lenni benne. Mit ül van az a nagy hab benne? Hát mit ül? Hát hab, csak habusza mosogat autó, nem? Miért mosogat autó? Mosogat, tettem bele. Mit tettem bele? Mosogat autószert? Hát miért, mit téne bele tenni? Ez egy sauger! Ez mi itt, ez? Mi ez? Ja. Mi ez? Ja.
Nem mosogatta a szerrel. Azt ezt elmondtak nekem valami pomba? Nem gondoltuk, hogy te válsz. Itt te izéni csáloskodni fogsz. Érted? Azt most a mosógépemnek annyi lett. A mosógépet placra vágtad, totálba vágtad. Na szedjét ki, azt kell szedni a habokat belőle, ahogy tudod. Szedjét a habok belőle. Hogy kell kiszedni a habokat? Nem tudom, hol van, gyöntömben nincsen, hogy vagy fogol. Istenem, hát na, nem a világ így. Kapcsolj vissza hát, ha lemosolsz, nem megy belőle a hab. Csúszta a tetejét. Hát most nem tudom, hogy te hogy csúszta fel a tetejét. Csúk már fel a tetejét! Csúk fel a tetejét. Elmondom csak, hogy hallgass már meg az Istenre kérek. Halottakkal tele van a ház, vagy mit tudom én, na? Ide figyel! Itt máma, tudod, mi történt vele? Mi történt vele? Ahonnan igen, szedjed már fel vele! Azt történt vele, mert csak az, hogy itt minden megindult máma! Keményen megindult minden máma! Látom, hogy megindult! Nagyon keményül megindultál! Nem véletlenül, hogy én a fényszámból indultál meg! Mi? Még nem voltam itt húz! Na! Pont erről akarok kitérni! Pontosan erről van szó! Gondolkozz, hogy kimentem érted a fejtel, érted? Hogy bezártam az ajtót, azonnal rám csapódott az ajtót, azt... Jaj... De már te most jövettem, egyikről a másikat mondott, halottok voltak. De már most már tényleg kikészítel, most már idegileg. Na felszedtem ott, ma hozzá, most már a rongyok, hogy szedd fel minden. Nekem nem kell ez a baromság. Hát, hogy... Áll a háza, hoppa! Hopp, tengerbe úszunk! Na, azt ezt még itt sem megy, látod még ez is? Én nem tudom, mi fejlődik. Itt nincsen semmilyen halott! Lehettél magad a polakot, lehet, hogy halott áztál. Na, mi vagy, Jussziba? Ne, semmi! Semmi. Semmi, hát én csináltam neki, én tettem a gerendára. Én tettem oda. Mi csináltak? Gerendát? Miért? Azért, mert beálltatott engem a fiat dolgozni, erőszakkal csináljam, és csináljam azt, azt ő Gyuszinak csináltam egy tápvészt. Hogy izé... Hát látod, hogy dolgozok, nem látod, mosolom. Egyik hülye, mint a másik. Hát az a lényeg, hogy csináltam, hogy Gyuszinak egy kis pénz, de már tartozik egy ötösen, mert tízest adnak el izelméke, ötösen tartozik. Ezt most még ki nem értem, de mindegy. Mindegy, majd én is értem. Én is értem, nem, hogy te nem érted. Ott fogtam, te semmit nem érted. Akkor az a lényeg, hogy Gyuszi jól van. Majd leszállítsanak. Most mit láttál? Halottokat? Hol láttad a halottokat? Úgy kérdezik. Hazudod? Ha hazudok, látom. Ki hallít meg, hogy nem hazudod? Hey! Lefeküdtem, érted? Azt hallom, érted? Fogja a szék magát, hogy bezárodott az ajtó, hogy a széket elszárt a számomba, lábomba, így. Mi az Isten már? Na. Látod, hogy amikor van a szék, ahunk én? Na. Hát belőle tetted. De hogy tettem oda, hát arra tettem, mondtam, hogy jobban ülő vadászkutya legyek. Meg itt mit mondom neked az őszintén, érted? Jó, láttál halottokat, szerintem beképzelted. Már nem hiszem én, hogy csak úgy halottok. Hát fényes nappal van még jó ember odakint, hova jártál? Halottok éjfél után szoktak hajnalba jártál. Ledülök egy cseppet, mondom, pihenek. Megyek, behozom a izét, nem tudom, hogy látom, be kell segítsek. Hát ez nem ártalom, hogy ez valami. Többet egy ilyet, ha csinálok, látom, megmondom, hogy ezért egy dobban ülő vadászkutya legyen. Nekem itt van elegem ebben a csicsi nevűzőző munkákból, most már azt fogtam. Nem most a mail, hanem? Még rosszabb, mint volt. Na akkor egész nap leszerzélök, máma. Hopp, izék szedni, hát nem jön ki belőle, ne szedni, nézni, ne. Menjünk, mert törüljön fel. Emlékszem, gyerek voltam, Zsemélyre. Ha sem korbott,
családom, szegény anyám, felneveltek engem. Szabad, 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 szabad. Emlékszem, gyerek voltam témére. Az anyám cukros kenyeret adott a szállba. Sokat kellett szenvedni témére. Ez a sors inkább szeretet kell és a család. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engem. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engem. Emlékszem, gyerek volt, hogy témére. Igazi gyermekkorunkat éltünk témére. Akut az utca, meg az árokba ugráltunk, azután este mese jobb vártunk témére. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engem. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engem. Szabad, 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 szabad. Emlékszem, gyerek voltam zsömére. Alsam korgott tenni, mert nem volt témére. Az apánkat vártuk a munkából témére. Azután ettünk vacsorát, tett ki az anyám. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engem. Drága családom, szegény apám, imádom, szegény anyám, felneveltek engem. Most már meg felnőtt lettem témére. Köszönök minden szívből szóló témére. Szegény, de gazdag voltam témére. Mert ami az fontos, szeretet volt és a család.